Egy csomó érdekes programmal, illetve előadással készültünk nektek mára. Pénzügyi tudatosság a fő témák szerintem nem csak érdekes lesz, hanem nagyon hasznos is. Pénzügyi tudatosságról szólt a csütörtök délelőtt a Széchenyi István Egyetem multifunkciós épületének konferencia termében. Itt rendezett ugyanis diákfórumot a privátbankár.hu. A rendezvényre helyi középiskolások és pedagógusok érkeztek, hogy közelebbről is megismerkedjenek a hazai pénzügyi kultúrával és a pénzügyi tudatosság fogalmával. A megjelent diákokat dr. Fekete Dávid Győr alpolgármestere köszöntött. Te. Hogy itt vagyunk Győr városában, ami Budapest után Magyarország legerősebb gazdasági térsége. Ti jó eséllyel úgy fogtok kilépni a munkaerőpiacra néhány esztendő múlva, hogy tulajdonképpen azzal fogtok szembesülni, hogy az országos átlagnál magasabb fizetést kaptok, magasabb jövedelemmel fogtok rendelkezni, hogyha itt a győri térségben vállaltok majd munkát. Ehhez pedig azt mindenképpen tudni kell, hogy egy jó fizetést, egy magas jövedelmet is be kell tudni osztani. Ezzel kapcsolatban is a pénzügyi tudatosságnak nagy szerepe van, hiszen akár ha befektetést szeretnétek belőle megvalósítani, saját ingatlan szeretnétek előbb-utóbb vásárolni, családot szeretnétek alapítani, és az azzal kapcsolatos költségeket mérlegelitek, mind-mind szükséges ahhoz, hogy a pénzügyi tudatosság birtokában legyetek. Az esemény tehát az egyetem egyik új kollégiumának konferencia termében rendezték, ebben az épületben működik a Széchenyi több szakkollégiuma is. Ennek a helyszínnek tehát szimbolikus jelentése is van, hangsúlyozta a gazdaságtudományi kar tanszékvezetője. Azok a diákok, akik egy picit többet szeretnének, akik egy kicsit mást szeretnének az egyetemen elérni, akiknek vannak komoly ambícióik, azok nagyjából ebben az épületben találhatóak. Itt szervezzük a konferenciáinkat, itt vannak a versenyeink. Tehát igazából én valóban házigazdaként köszönhetem az ideérkezőket, és nagyon remélem, hogy ahogy az alpolgármester úr, kedves kollégánk is mondta, hogy találkozni fogunk még más formában is. A fórumon sikeres helyi vállalkozókat, startuppereket kérdezhettek a diákok arról, hogyan vágtak bele álmaik megvalósításába és milyen kihívásokkal találkoznak a mindennapokban. Az előadások után a résztvevők játékos kvízekkel tesztelhették tudásukat.